Na, üdvözlök mindenkit, én BKV fan vagyok, itt vagyok Kőbánya Kispesten, és egy igencsak különleges videóhoz érkeztünk, amit igazából soha nem gondoltam, hogy el fogunk idáig jutni. Velem van tömegközlekedés Budapesten és 3DP Transport, és most azt fogjuk csinálni, hogy kiíróda előbb kívást fogunk csinálni, amit már az ő csatornájukról ismerhettek korábbról is, csak most én is belettem véve. Kőbánya Kispesten vagyunk ugye, és Újpest központhoz kell eljutni úgy, hogy a legegyszerűbb módszerrel az M3-as metróval egyáltalán nem mehetünk, hiszen a környékére sem mehetünk körülbelül. Az egy tiltott zóna. Értsétek úgy. És akkor, hogy ki merre megy, azt majd a videóban megláthatjátok. Igen, 14 óra 59 perc van. És futunk ahova akarunk. A metró kivételével bárhova. Na, Áronék elfutottak két különböző irányba, én ezen a zöld lámpán fogok, és ezt a busz fogom választani, a 148-ast. Na, főnök a 148-as buszon, és akkor ezzel a Nagykörösi út határútig tervezek elmenni, onnan pedig egy 55-össel. Erőséges busszal indultunk. És akkor ezzel lesz a Nagykörösi út határútig. Hova kb. 10 perc múlva fog oda érni, vagy 1 óra múlva. Ilyen is az első otthonásunk. Megérkeztünk Kőbánya alsóra, de én még nem itt fogok szállni. Na, nem sokára ott vagyunk, ahol kell. Azt végül is azt néztem, hogy 54-es busz fog előbb jönni, nem 55-ös. De viszont 3 percem lesz csak elérni, úgyhogy sietik el. És nem szabad kapni lámpát, és a busz sem szabad, hogy jut tovább siessen. Meg is érkeztem Zuglóra a vonatba. És most fog jönni a Nagykörösi út. Egy fogjuk, nyomjuk. Ez így jelz a kis. És akkor így kanyar. Aztán utána lefutunk a buszon. Mindenesetre.
itt a Vini. És ott lesz majd arra mellette, amely lárulsz. Azt hiszem, hogy mellette. Megálló az. Ott van. Oda kell menni. Jó, 15 és 19-re ér ide, jön a ló. Itt az első is. Ott a gond a pilot. Itt egy kap, az nem érdekel minket. Viszont az zavaró tényező, hogy piros a lámpa, de a busz még szerencsére nem jön. Ez a lámpa az beződült, és itt vagyok a megállóban. Ahogy láthatjátok, az 54 és az 55 az itt megy a Barázs tér felé, és ez a jó kis menetlen 15-20, ami 15-19 lesz elvileg, jön az 54-es mindjárt. Elkök 54-es eltévedt. Itt van, jön a busz. Ó, oh, DR-10. Nos, és akkor azt vártam ki, hogy ezzel elmegyek a Barázs térig, végel a másik. És akkor utána meg később részlet az amúgy lesz. Leszálltam az Athénaeum nyomda helyett a Kossuth nyomdánál. Egy megállóval odé mentem. De... majd jönni fog a 161-es busz, nem sokára, és akkor onnan majd S76-ossal Rákos vasútállomásról megyek. Nem tudom még meddig. Én úgy tervezem, hogy Újpestig megyek, de akár Angyalföld is lehet. Ezen 10 percet ugrottunk. Az azt jelenti, hogy 33 van, és mindjárt a Barázs térre fogunk érkezni. És aztán onnan tovább visszavig a születvágon, amit onnan elgyalóval a lehetérig, és onnan 14-es villamossal megyek. Ez a terv. Barázs tér, Köszönjük, hogy velünk utaztak. Viszontlátásra. Ez körülbelül egy órát fog még majdnem alkotni, egy jó 50 percet. Ez így dobál le. Az jó. Zseniálisan megadta nekünk a munkát az 54-es busz. Eldobott kurva messze a vidas picsába konkrétan. És most iránya. 4-6-os. Maga útja. És most remélem, hogy jó élmények majd fel. Jó, meg is érkezünk. Le is szálltam a pótlásba, és ott megy konkrétan szerintem el a buszom. Úgyhogy igen, ott megy. Fantasztikus. 15.39-et írunk, és jön a villamos. És most a Jászai-Mari térig megy. Bizonyos dolgok miatt. Thank you.
megtudhat. Ha leszálltam a villamoson, akkor most jött a Róki Kuti, 15:55 van, és a 16:05-es 14-es villamos tervezem elérni. De pont éppen keresztben jön egy piroskápa meg egy busz. Ez egy gyönyörű 14-es, 4000 fekter. Fajta. És Újpest közvonalon megérkeztem, viszont a kijelölt helyre kell menni, ahogy pont a túloldalon van, ami nem valami előnyös, hogy nincs ilyen. És most indulunk a 14-es hűvömosra, ha lehet érve. Legyünk Újpest központhoz. Körülbelül 20 perc. Oda most van 16 óra. És azt hiszem, hogy olyan 16 óra 20-valahány perc szerintünk oda. Azt hiszem, hogy nem mondok rá az életet, majd kivetni. Ha jól látom, ott jösszel is.
vagy. És itt vannak tömegközlekedés Budapesten és Áramvp Transport, és most éppen el fogják mesélni, hogy hogyan is jöttek. Ki kezdi? Én kezdem. Úgy jöttem én, hogy 68-es busszal elmentem a Kossuth nyomdáig, onnan 161-es busszal Rákos vasútállomásig, és onnan S76-assal Újpestig, és onnan meg 196 A-val ide. Az meg tényleg a vonat. Igen. Ilyenekre is kéne gondolni, nem csak a BKV-re. Na, és akkor tömegközlekedés. Hát én is következik. Jöttem, de talán egy hangzásra fokkal egyszerűbb útvonalon, viszont lassabbnak is bizonyul, mivel S50-essel elmentem Zugló vasútállomásig, vagy hát Zuglóig, onnan 133 ezer a főtérig, egy 196 a Balti-ben. Na, én pedig úgy jöttem, fölécseltem a 148-as buszra, ami éppen majdnem, hogy azonnal indult, elmentem a Nagykörösi út határútig, ott átszálltam az 54-es buszra, amivel elmentem a Boráros térig, ott átszálltam a 4-es-6-os villamosra, amivel elmentem a Nyugati pályaudvarig, ahonnan elfutottam a Lehel térig, aztán hogy lenyugodjak, és már szuszt is tegyek magamba, felszálltam a 14-es villamos, amivel eljöttem idáig. Ezek voltak a menük. És akkor szerintem ezzel be is fejezzük. Annyi, hogy ki érkezett közületek előtt. Hány perce? Én fél órával előtted. Aha, oké. Okay. Szerintem 56-kor talán akkor érkeztem, igen. Én meg ilyen 4 körül, 10 perc különbség. Hát én 16-23-kor szálltam le a villamosról. Na, és akkor ezt a videót le is zárom. Köszönöm szépen a figyelmet, egy BKV fan voltam. Ez volt a kiíróda előbb. Hát a srácok legyőztek, ahogy gondoltam. És akkor találkozunk legközelebb. Sziasztok!